Nemrégiben egy ilyen versenypisztolynak látszó új légfegyver jelent meg az európai piacokon, így Magyarországon is, Kandar Model CP1 néven, Designed Germany felirattal. Azonban, ha jobban megnézzük a dobozát, akkor kiderül a turpisság, hiszen ez egy Made in China, egy kínai légpisztoly. Ez magyarázza azt, hogy igen kellemes 30 ezer forint környéki az ára Magyarországon is. Négyes fél milliméteres. Nézzük meg, hogy mit kapunk tulajdonképpen ennyi pénzért. Alapvetően van egy légpisztolyunk, aminek szabadon lengő húzagolt cső van. Állítható oldalban és magasságban a nézőkéje. Van egy cserélhető célgömbje. A cső alatt helyezkedik el a 12 g-os széndioxid patron befogadó tartály, és van egy ilyen fa markolat részünk. A második szórás, amikor a célfekete alsó széle közepére céloztam, ez egyébként 6 lövés. Látható az a légpisztoly, ez kétféle űrméretben is készül, 4,5 és 5,5 mm-es kaliberben, ugye mivel 7,5 zsor alatt van mindenképpen, az engedélyezett, illetve hát maga ilyen csőgazból se lehet sokkal többet kihozni, így az 5,5-esnek túl sok értelme nincs, mert ahhoz sokkal alacsonyabb lövedéksebesség, sokkal íveltebb lövpálya tartozik, sokkal drágább hozzá a lövedék is. Tehát én szerintem az 5,5 mm-esnek akkor lenne értelme, ha puska lenne ez a fegyver, hosszú csővel, váltámasszal és 7,5 zsúr fölé mehetne. Fenyődeszka 5,5-es. Egész szépen beleállt. Fenyődeszka 4,5 mm-es. Látható, ugye ez a 7,5 zsú sokkal mélyebb behatolást okoz. Most már ez bőven 7,5 zsú alatt mind a kettő természetesen.
Ahogy fejlődök a lövészettel, egyre kisebb a szórásképem is. Tehát továbbra is 10 méter, 4,5 mm-es verzió, és a 5-ből 4 lövés az már egészen kis helyen koncentrál. Nem, 6-ból 5 lövés egészen kis helyen koncentrálódott. Ott a 8-asban is van egy. Ez azt mondja, mihez mérjük. 8 centis pengélyű bicska. Center to center 3,5-4 centi plusz 1, az ott jóval följebb van. A légpisztoly működtetése nagyon egyszerű. Ide kell betenni a széndioxid patront, cső alatt levő tartályba. Szokásos 12 grammot. Van egy apró probléma, látjuk a csomagolásban semmilyen szerszámot nem találunk, és betekerni nem lehet szerszám nélkül, tehát kell hordani magunkkal egy megfelelő vastagságú rudat, vagy egy csavarhúzót, amelyet erőt tudunk kifejteni. Ugye, ha nyomás alá helyeztük a fegyvert, akkor itt van ez a kis zárfogantyú, hátrahúzzuk, kattanás hallottuk, ekkor van megfeszítve az első szerkezet. Ide a vályba beteszünk egy légpuska lövedéket, becsukjuk, és már lőhetünk is. Azt gondolnánk, hogy nagyon jó, hát ez tényleg egy ilyen sportos légpisztoly, vannak azonban problémák. Kezdjük azzal, hogy ez a markolat és ez a sártorvas az ebben a formában igazából élő ember kezében nem való, hiszen a sártorvas az egy gyermekkéz méretének megfelelő, tehát az ember szenved, hogy beférjen a keze. A markolat pedig elég szögletes, vaskos, illetve pont a sártorvas mögött meg nincs helye az ember kezének. Tehát úgy tudom ezt elképzelni, hogy ezt a markolatot, ezt vagy egy-egybe kidobjuk, vagy nekiállunk faragni, és egy csak egy tuning alapnak tekintjük. A sátorvassal viszont igazából nincs mit kezdeni, teljesen újat kéne legyártani, igazából arra is lenne hely, csak akkor már többet költöttünk a fegyverre, mint amennyibe került. Viszont azt kell mondjam, hogy az egykezes lövések egészen jó szokást tudtam produkálni. Ugye ott van az előzőek bekarikázva, és ott van mellette egy kicsit balra. További kritikaként jegyezném meg, hogy a sütése azért nagyon is az árfekvésnek megfelelő, egyáltalán nem sportos, hiszen húzom, látszik, hogy már vagy fél centit húztam hátrafele, és közben reszel, és nem túl könnyű, tehát itt is azt mondom, hogy ezzel lehet ugyan jól lőni, hiszen nekem is sikerült, de sokkal jobban kell koncentrálni, és ezt is érdemes hát egy kicsit talán felpolírozni legalább, és akkor lesz használható sütése. Ez egy nagyon hobbi célú az eszköz ebben a formában. Viszont ami meglepő, hogy 20 méteren igazából egy egyértelműen lehúzott lövéstől eltekintve, ez egy nagyon szép szórás. Ez olyan 5 centi alatti bőven. Egyébként itt az alumíniumból készült tok résznek gyakorlatilag a tetején egy kis prizmát találunk, tehát ha leszedjük a hátsó irányzékot, akkor ide mondjuk egy red dotot, aminek semmi értelme, vagy egy pisztolytárcsőt is fel lehet szerelni.